start elindult tehát a 2019-es Kozma Ferenc emlékverseny a Nemzeti Galopliga 6. futama. Jól indult a barrier mellett Firefall Goga, mellette természetesen Bátor is remekül kezdett, viszont a többiek egy kicsit egyelőre a vezetőlovak mögé húzódnak Night for Overdose vezetésével. Szokása szerint egy kicsit lassabban kap lába Dulce, kérdés, hogy ez ebben a versenyben mennyire fog sikerülni, és Medina csak úgy, mint legutóbb, ezúttal is a mezőny második felével próbál majd feljebb zárkózni. Az első 300 méter után Bátori most már talán lassacskán átveszi Firefall Gogától a vezetést. Firefall Goga belül, mellette narancssárgában Bátori, mögöttük Night for Overdose, Dulce könnyedén kézből zárkózik, és Medina is szép lassan most már megkezdi a csatlakozást. Az utolsó 500 méterre most már azért egyre inkább kezd talán tömörödni a társaság, elindul a másik két favorit, elindul Dulce, elindul Medina, de belül Bátori vezet, Bátori az élen, Firefall Goga pedig elfáradt. Bátori, Night for Overdose, középen Dulce, kívül pedig Medina, nagyon szoros lesz a küzdelem, 150 méter van még hátra, Bátori vezet mögött a Night for Overdose, meglepetése Dulce nem nagyon tud jönni, Firefall Goga viszont visszatámad, Bátori azonban nem veszélyes, Bátori ismét nyer egy komoly sprintverseny, Bátori a Kozma Ferenc emlékverseny nyerője, mögötte Firefall Goga lesz a második, Night for Overdose a harmadik, és csak mögöttük érkezik Dulce, valamint Medina.